Na szevasztok, most visszatértem egy újabb Forma 1-es videóval. Most Koreába látogatunk el. 27 fok van, és hát akkor kezdjük is meg a háromkörös versenyünket. Előző videóval ugye Szingapúrba eléggé rosszul állt a szénánk, és rosszul is feljegyeződött be. Ugyanis rossz helyről indultunk, rajta sem volt annyira jó. Aztán meg is törtem az autót, egyik kanyagba frontálisan belecsapottam a falba, visszaestem a 17-18. Helyre, és ott is fejeztem be a háromkörös versenyt, de most akkor nézzük ezt a kórát. Életemben nem mentem még ezen a pályán, úgyhogy ez megint egy hasonló videóra lehet számítani, mint az előző videó volt. Masszív fékter. Na milyen kanyarra van? Jön vagy bal? Szerintem tipre bal. Szerintem bal. Hát jobb. Hol a fékter? Legyen itt. Na, Rosberg van előre. Alonso második, és akkor én meg a harmadik. Mögöttem meg Webber a negyedik, aki szeretne harmadik lenni. Meg Perez is. Na. Eddig tartott a verseny. Ha! Megtört az első szám. Nem baj, nem baj. Pörgessen vissza az időt, szerintem visszapörgetem. Nem idegeskedek ilyen dolgokon. Mondjuk, hát innen nehéz lesz megfogni, de akkor még inkább még visszapörgetem, mert most, hogy ezen idegesítsen fel magam, amikor lehet a helyzeten orvosolni. Hát nem nagyon. És meg lesz. Nagy utolsó is, hogyha nem, akkor így jártunk. Állj meg! Igen. Nem lehet visszatekerni még? Nem, ennyi volt. Elfogytak a flashbackek. Hát akkor innentől most túl sok ötletem nincs, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, mert akkor most viszont mindenféleképpen bele fogunk csapódni a falba, úgyhogy akkor kezdjük újra ezt a háromkörös versenyt. Nagyon figyeltem hátrafelé, ezt nem ismertem a pályát, ezt nem tudtam, hogy hol a kanyar, mikor van féktáv, úgyhogy inkább előrefele kéne koncentrálni, mint sem hátra. Inkább legyen egy biztos tizedik hely. Ez nem is volt a rossz féktáv, vagy indulás. Szélárnyékot kéne fogni, mondjuk Webberét. Akkor majd itt egy jobb kanyar jön, már tanulom a pályát. Jó kis féktáv. Na, jó féktáv volt. Hatodik, hetedik. Nem olyan rossz, de két oldalról jönnek, ilyenkor nem tudom, kire húzzam rá. Azt hittem összezárnak előttem, mondom, az szép lesz, és akkor az előző próbálkozásnál itt csúsztunk meg. Én csúsztam ki. És akkor a hetedik helyen vagyunk pillanatnyilag. És akkor Massa van előttünk. Még nagyon egyben van a boly. Nem tudom, mennyire lehet gyorsan belemenni ezekbe a kanyarokba. Forma 1-es autóval is lehet driftelgetni. Szuti van mögöttünk, illetve a tizedik, vagy még kilencedik helyen állunk.
készült így mögöttünk, és akkor battunk meg előttünk. Azt hittem tovább kell jönni hirtelen egyenesen. De szintén nagyon-nagyon punkra jött. Na, vegyük be ezt a kanyarpadlógázzal, ebből már beleengedek. Jó volt ez így. De hülye egy pálya ez. Jó van. Utolsó kör. Csapattársunk meg mögöttünk van. Ez egy jó hír. Kettő, 98. Hát, rúgásívva egy picit lecsúsztam, de annyira nem volt baj. A harmadik sebességi fokozóban nagyon visszaesik a fordulat, szóval lehet, hogy majd rá kell nézni így a sebességi fokozatokra, de mondjuk minek három körös versenyek vannak, azt jó van, letolom őket, az kész. Na, tapad ez? Tapad. Raikönen a Lotus-szal. Nem kapja el a fordulatszámot, vissza kellett váltanom. Egyelőre tizedik hely. Egyelőre. Cél egyenes, utolsó kanyar. És akkor megvan a tizedik hely. Na, ez is egy egész jó helyezés. Ha azt nézzük. Na, és akkor jöjjön a következő verseny. Na, szevasztok!